pártokat a kérdésnek az előzetnek. Igen, van. Különböző gyerekkel látták el a térképen. Na most én megmutatom nektek ezeket a jeleket. Ezek a jelek a következő. Sárga, ezt érdemes írni, de még nem feltétlenül fontos, de jó, ha megjegyzitek. Tehát sárga jelzéssel a településeket, falukat, mesterséges létesítményeket jelölik a térképeken. Megyek pedig. Nem kell? Tehát ezek a sárga foltok, itt, ezek mesterséges városok, mert az ember építette őket, ezek városokat jelölnek mindig. Ezeket a városokat és hegycsúcsokat összekötik ezek a piros vonalak. Ezek a piros vonalak a turista utakat jelölik. Csak a turista utak vannak jelölve a térképen. Turista útnak vannak külön jelzései. Itt látjátok, ha megnéztek egy ilyen utat, itt például egy piros kereszt van. Illetve az van ráírva a pirossal, hogy kék K kereszt. Ennél az útnál csak egy sima K betű, ennél egy piros van odaírva. Na most ez a következőt jelenti. Van egy olyan utunk mondjuk, hogy Nagybörzsönyből indul, és mondjuk Márian Osztráig a két falut köti össze. Nagybörzsönyből P betű van ráírva a jelzés, tehát a piros vonalra. Tehát ez a piros vonal a turista út, az azt jelenti, hogy ezt írjátok föl, tehát egy P betűt írjátok föl, kötőjel, és azt írjátok, hogy egy sima piros vonal. Tehát ha van piros, nincs piros tollatok, egy piros vonal van a fára fölfestve. Tehát tudjátok, hogy a turista utakon vannak jelek. Ha sétáltok, látjátok, hogy a fákra jelek vannak fölrajzolva. Ezek a jelek, tehát van egy kék, vagy egy K betű fölrajzolva, és majdnem egy ilyen háromnegyed kör és egy vonal, így néz ki. Ez azt jelenti, ez nem körül, hogy a fára egy kék jel lesz, ez a jel fölfekve, és ez mindig úthoz, vagy vízhez, vagy forráshoz, tehát az a lényeg, hogy vízhez vezet az út. Ezt írjátok föl, nagyon fontos. Tehát egy ilyen félkör, háromnegyed kör alakú egy nyíl, szóval ez van a fára festve kék színnel, ez mindig kék. Ez a jel mindig kékre van föltetve a fára, mivel hogy a vízjel a térképen az kék. Ez minden esetben egy idő után elér vagy egy patakmedret, vagy egy utat, vagy egy forrást, vagy valami vizet, folyót esetleg. Mondjuk az a legritkább esetben a hegyek között, de elérhet folyót is. Ki tudja ki, mi a faiskola? Amikor eljutottam bizonyos sportszegények, akkor kivárják és mennek varázsuk. Hát egy faiskola lehet gyümölcsfa is, amikor egy frissen ültetett kis facsemetéket 50-et, 100-et egymás mellé tettek, azt nem vágják ki, hanem majd megvárják a föl, és akkor ott a gyümölcsös kell. Nyilván a természet olyan, hogy egy idő után minden elpusztul, minden elpusztul, minden elhal, és ezeket pótolni kell. A fa is ilyen, a növény. Romok, templomot, kilátót, ilyeneket is föl megjelölnek a térképeken. Térkép akkor, amit az asztalon látok. Szerintetek erre a térképre az a hegy föl térne? Egy az egyben? Hát erről van szó. Lekicsinyítjük, mert le kell kicsinyíteni. Az a hegy akkora, és a térképen egy ekkora kör jelzi, illetve így jelzi. Tudod, így mutattam, barna színe, így jelzi. És annyi pontosan itt van gulam kezdődik, hogy ez egy településre van. Nagy bölcsöny, felsi, fekete hegyek. A fekete hegyek. Pontosan. Na, akkor most már hoztuk ketté a csoportot, jó? Mondjuk ti ketten ide tartottok, ezt a térképet nézitek, ti pedig ide tartottok, jó? Azt mondjam, mondjuk Piliszent Ivántól Nagykovácsiig, tehát a legrövidebb úton, minden turista út a térképen piros színnel van, ezt megbeszéltük előre. Piliszent Ivántól Nagykovácsiig a fákra milyen jelzések lesznek festve, hogy leérjetek. Erre van 5 percetek, jó? Itt a fák.
Végül is a Mohamedán kisebb fejben, mint harmadik kamera másik. Ugye a Mohamedán, ez a Mohamed egy valóban egy személyiség volt, aki végül is ugye Allahnak hívják. Egyébként ezeket érdemes feljelzni, mert lesz egy kérdésre, hogy a Mohamedán hívják, hogy hívják az Isten. De... Nem mondom, hogy a... Allahnak hívják. Én azt olvastam. A Mohamedán szentjén azért szervesen kapcsolódik a Bibliához. Nagyon sok hasonlóság van a kettő között. Szinte majdnem úgy azt lehetne mondani, hogy mi által szinte földrajzilag majdnem ugyanazon a helyen keletkezett a kettő. Rendkívül hasonló egymáshoz, és ugyanolyan dolgokat tartalmaz. Azt, hogy az idők folyamán így eltávolodott egymástól, ez végül is nem a hitnek a hibája, hanem az emberek fordították el. A keleti vallások közül a legnagyobb vallása, a buddhizmus. Érdekes módon a buddhizmusban nem létezik olyan, hogy pokol. És Mennyország. Tehát teljesen másféle van. Egy Mennyországban nem tudom, hogy az emberek lehetői állam. Ugye van benne, hogy 200 kalória egy ilyen időben. Az igen. Sör, beegyül a sörben. Értek, azt fog történni, hogy az Oli megyomja a tésztát, megállítja minden állapásokból, hogy Igen, és majd is tudom szeretni. Akkor ezt elvegyek, hogy nem. Igen, mert ez most mindig elvegyek. Ez a legtöbb. Ez a legtöbb. Ez a legtöbb.
kész is, mert azokat kell legvégén meglecsározni, és összegyomni. Most kártyok? Nem kártyok? Hogy az ott ilyen lesz a szokás? Jaj, jó, nem most, hogy hátodom.
Amikor a végeredményt megláthatod, jó? Addig belöntjük a maradék 45 tojást is. Thank you.
Ide hátra! Mit csinálunk ki? Lámos csulok bizonyosan. Lavor ott van? Ott van. Itt van. Ja. Csak a muszáj bátyám. Még a mosásnak! Még a mosásnak! Na most jobb ide! Arról volt, hogy gyertek ide! Nekem is tudom, hogy elmondani, hogy gyertek ide. Már meg, itt egy csoport. Hol a sárga pólunk? Ide jöttél? Te is? Mindenki fogjon meg egy ruhadarabot, és kezdj el kicsavarni belőle a vizet. Na, akkor várja meg! Én nem mondtam, hogy elkezdetek most, én nem mondtam semmit, hogy akkor gyert ide. Hogy beállhatjátok, hogy kimossátok. Hát így meg! És a sima vizet, hogy gyertek, hogy szokták valami. Hát tudom, hogy mit tudom. Én most mondom. Ricsi! 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 Ricsi kicsi! Ricsi! Ez kurva nagy agyra ki a lábad. Az engem is megél meg. Ricsi! Drága állat vagy! Szia, Koli! Hát szia! Jutod a magadhoz? Gyere ide! Gyere ide! Ricsi! Gyere gyorsan! Gyere ide, gazdákom! Gyere! Puff! Ő volt mintább üdös tojás. Ő volt mintább. Ma nem volt amit adni. Ma nem volt amit adni. Ma nem lesz el rossz, ma nem lesz el rossz. Ez van. Ebben a nagy, kibaszott, rövid lábomat nem utogasd. Világban ez van. Mindenki, aki rossz kisgyerek, az mossa jelen pillanatban saját szennyesét. Nagyon nagy csoportvezető vezeti az egyik csoportot, Berényi Gyuszika szopatja a másik csoportot. Janek Hajnalka táborügyeletes jelenleg ezt a magas szintű riportot készíti a tábor penge élvonalbeli vezetőjével. Ez én vagyok. A kutyám szanaszéjjel rágja saját lábát, ennyi esze van. Jelen pillanatban egész nap hányt. Próbálsz felvenni? Ledesembe mindig bogár van. A ledesembe állandóan bogár van. Nem baj, legalább hús is van benne. Nem kéne azt, hogy nem tudjuk. Oh.
Hagyjanak! Kurva meleg van, ugyanis rájöttünk a bébába. Még senki nem jött, hiszen leolvasták. Na most ezeknek külön táboruk van? Nem tudom. Öcsém, ezek már egy órás megbeszélést. Számháború csapatot látjuk. Mi vagyunk a királyok! Vezetőjük Varga Zoltán. És a Havas Zoli vezette másik csapat, a támadói csapat. Kamerájátok! Megjesszenek, fussunk be! Vigyázz! Gyere már! Állj meg! Te mehetünk! Jaj! Ne a gyere! Várja már! Várja, nem is kamerájátok! Megint lehet! Megint futunk egyet, jó? Anyu, menjünk haza!
Megcsókoltak a Mariannát. Jaj, én nagyon megcsókoltam. Hát ott felvehetett. Hát de akkor normálisan. De kivágom majd a tudók közül. Én vagyok a királya Magda Szerázsa. Lopd be! Szia, hogy menj el, lopd be! Ricsi! Ricsi, de ide! Ez volt. Hajni! Hajni! Hagyja már! Összes csajra! Nem,
Ebbe! Sokszor helyen fizetsz! Adjékanalat! Egyesület nyári táborába ülünk Berényi Gyula a táborvezető úrral. Feltehetek önnek, táborvezető úr, pár kérdést? Természetesen. Mi inspirálta arra, hogy részt vegyen ezen a táboron? Hát kedves nézőink, nem is tudom, hogy fogalmazzak. Talán leginkább, hogy mi inspirálta ezt a részvételt, hát mondjuk esetleg az, hogy nyári szabadságom alatt szeretném jól érezni magamat, haverok közteget, gyerekek között, bulizzunk, randoljunk. Értem, nagyon köszönöm. A következő kérdésem lenne, jól érzi-e magát a táborba? Kiváló. Kiválóan, nagyon szépen köszönöm az interjút. Szóljál, ha veszed. Itt ülünk a Kiút Egyesület táborának irodájába, Almási Katalinnal, az egyik vezetőségi taggal. Azt szeretném megkérdezni, miért tartott fontosnak, hogy itt lehetsz ebben a táborban? Azért fontos, hogy itt lehetek ebben a táborban, mert nagyon szeretem a gyerekeket, és szeretnék segíteni nekik abban, hogy jól érezzék magukat, és kellemesen tudják eltölteni ezt a hetet, hogy egy élmény maradjon számukra ez a tábor. Te jól érzed magad ebben a táborban? Én nagyon jól érzem magam a táborban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Janek Hajnalkától kérdezném, szintén a táborból, hogy mi a véleménye a Kiút Egyesület munkájáról? Hát én erről inkább nem nyilatkozom, mert nem hiszem, hogy tévébe való, vagy kamerába való lenne a válaszom. Nagyon köszönöm. Megkérdezném a túratáj a lusta geci kutyáját, mi a véleménye, ha tépik a bundáját? Köszönöm szépen az interjút. Hát Roland! Roland! Üdvös teki katona! Beret! Beret! Barak! Beret! Beret! De várjál, közelebb jött! Istvánka! Ne dobja, jó? Ugye ő lesz a legügyesebb. Nézd! Fásd így föl, és figyelj előre palánk meg. Na! Figyelj! Hará István! Elláttál a lepetőt! Indulhat! Júlia már! Ennek köszönöm a István! Nem tudom, megdobni a sietet. Hát pont! Ne tedd le a sajkedet! Állj, majd ha visszaér! Csak próbáltam. Ne próbáltam. Polákot meg kell kerülni? Nem, a két széket, most visszafelé már rák, jó? Ez nagyon taktikus volt a forgás, ezt lehetett ilyen, jól meg ráták. És hogyha a labdát kiejtitek, akkor az fontos. Ugyanígy kell jönni. Ma lehetett a senki. Úgy kellene, hogy ugyanígy. Ugye, az a legjobb körül.
Beszélj ide a két lábad közé, és így meg. Szia, Hajné! Szia! Utána megint... Zöleje, mert a szemben a szemben. Csönd! Ezzel így... Nem ez, nem ez. A kiúttábor játékos vetőkedélyén vagyunk. A tábor ügyeletes. Petya tart a gyerekeknek játékos foglalkozást. Ne kamarázz el! Maradjam a ahogy valaki befejezte. Én vagyok az utolsó. Ugyanúgy létezik. És végre egy nagy család részének érezhetik magukat. Mindez annak a párfős baráti társaságnak köszönhető, amely a Kiút Egyesület ötlete alapján megszervezte és létrehozta ezt a tábort. Céljuk az, hogy az intézeti gyerekek ízdelítőt kapjanak a rácson kívüli világ szépségeiből, és persze a rájuk leselkedő veszélyekről. Ezek közül az állami gondozott gyerekek közül kerülnek ki a hajléktalanok többnyire, a drogosok, narkósok, és egy kicsit a társadalomba való beilleszkedést szeretnénk ebben segíteni, hogy végül is egy más életformát tudjunk nekik megmutatni, mint amit bent az intézetekben kapnak. És hogy a kiút egyben a helyes út legyen, a szervezők legalább 8 éven keresztül ugyanazzal a csoporttal szeretnének foglalkozni, és remélik, hogy példájuk minél több követőre talál majd. A tábor területén. És már kint is van. Gyenge lezser. Nagyon kényes. Tapsoljuk meg a... Én marhára szeretem, amikor ti ilyen élénkek vagytok, majd amikor beszélgetünk, akkor meglátjuk, hogy képesek vagytok erre. Én Kölesné Bukovics Zsuzsanna vagyok, a Kiút Egyesület alelnöke. Világosítást kaptok? Aha, kaptuk. És az miről szól? Az Attila a kiskorúak megrontott. Jaj, az volt a szexuális felvilágítás. Hát olyan a szex, hogy... Kaptunk gumit is.
Csak vagy csömbet. Állam, tényleg bejött a egy doktor, és tartott szerszet, és adott rám. Mármint nem vagy úgy. Hanem megmutatta, hogy ki kellett húznak otthon nekünk, és így megmutatja. Megmutatta, hogy csak felhúzni. Ilyen szó, ki az a merész, aki előveszi. Erre mondja, hogy az ujja kell. És akkor így az ujjamra felhúz. De így, de így. Így az ugye. Ja, igen, így volt. Ugye erre felhúztak, aztán levettem, megcsom, azt is kidobtam. Menj, és akkor kaptunk mindenki egy dobozba. Igen. Hozz egy kamerát, és akkor... Ott van. Kamera van. Elővesz. Egy jó francia ágyat, és akkor megmutatom egy lányt. Minek francia ágy? Itt kényes. Ott az a kül a széke. Na, nem, itt ül melletted. Attila, Attila, húzi vaj. Jó van. Attila, ott ül melletted. Csak a tényivel, igaz, Frényi? Olyan jó volt. Tábor vezetőn Bálin Zoltán halad át a színen. Éppen jól köhög. Megy hűrődni. Mit találtuk? Majdár, kusolyában a lelőtletet. Bálja, az volt. Életek! Van összeg szörnyű lányoknak. Volt-e ilyen karányoknak? Igen. Igen. Évanak is nagyon tetszik. Teljesen magadám. Az érdeklődés teljes hiánya. Igen, és itt a hatig, és ez a komárat szerintem. Hát igen. Kihalok én itt, neked nincsen hangja. De a templomba nagyon-nagyon nem szeretném. Keresztem a hajlatokat.
4 percig van nemesztősen. Szeretnél kibírnál a klímacsonyos templomba, és felhátában nem érni Gordi Bálint, Kira Bálint. Még annak sem a kicsitnek nem hallásos. Próbáljuk meg át beállni csoportonként. Gyere, Zsolt! Csoportonként fogunk bevenni, nem egyszerre, jó? Most már elállom. Zoli előtt, akkor álljatok a csoportonként, a Zoli fele fordulunk. Ennyi van, mi megyünk mindenki. Jó, Zoli. Nem hát gyerek lakik ki. Megmaradt benne a növényzet a növényzetében. Sólyótóba jött. Nézd, hogy milyen szép szóval van. Tilos úszni benne. Pirányák vannak benne. Pirányák. Óriás tápot. Óriás. Fogadjunk mindjárt jó. Óriás!
És tudod, akkor nem tudom, hogy nem Fél négy van, és péntek. A táborlakók az akadályverseny pontozó lapját csinálják jelenleg. Hajni csoportját látjuk éppen. Vinci, hogy egy akkor? Kicsodálatlan. Olyasmit? Ne támaszkodj az alatt neki, mert a... Hajni! Közben tanul fogyasztanak. Hajni, te mire gondoltam? Valami olyat, ami ráfér. Marian, ami ráfér ennek az elejét. Papírok jelenleg még üresek. És... A fiúk tábora teljesen a gyerekek önállósításáért küzd. A kis gépen húzott csoport akadályverseny pontozó lapot készít. Lőri Adriel nagyfokú hozzáállását hallottuk az előbb, miközben Danon tömött agyába. Azért a többi gyereket lefoglalják az eseményét. Ez tisztán látszik. Berényi Gyuszika csoportját látjuk a vasmadarakra. Mi vagyunk a vasmadarak. Mi vagyunk a vasmadarak. Kemények és harciasak. Kemények és harciasak. Szállunk, mint égen a sas. Szállunk, mint égen a sas. Mi vagyunk a vasmadarak. Mi vagyunk a vasmadarak. Mi vagyunk a vasmadarak. Mi vagyunk a vasmadarak. Büszkék és okosak. Büszkék és okosak. Szállunk, mint égen a sas. Szállunk, mint égen a sas. Mi vagyunk a vasmadarak. Mi vagyunk a vasmadarak.
Mi leszünk a legjobbak? Mi leszünk a legjobbak? Pipi fura! Pipi fura! Pipi fura! Pipi fura! Pipi fura! Hajrá! 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 Megtáfolni látszanak önmagukat, aktivitásuk minden eddiginél nagyobb. Ők a vasmadarak. Berényi Gyuki csoportja. Elalakja van, milyen majd tud félben? Na, elmondom nektek, most ez azért ilyen, mert végülis minden csoport egy egyszerű dolgot csinált, fogta és félbehajtott a lapját, és akkor pont az volna. Tehát megpróbáltam kitalálni nekem valamit, úgyhogy ilyen alakul lett, hogy volt 1996 akadályverseny. Most, hogyha ezt az állomás vezető kihajtja ezt a papírt így, mindjárt meg is látja ettük a névsorotokat, és föl van írva, hogy vasmadarak. Na most még egyet hajtani, és már is itt van a pontozás. És rendszer, itt vannak az állomások, beérkezés, indulás ideje, pontszám, aktivitás, alakít, indulak és összesítés. Úgyis ezek mind pontozva lesznek. Tehát az aktivitásotok, hogy az állomás helyen milyen aktívan próbáltok meg felelni a kérdésekre, hogy én akarom mondani, meg szóval egyből rávágjátok ki a választ, vagy hogy kínosztok, hámoztok. Végülis az alakja az, hogy hogyan értek be nótázva, vagy össze-vissza, egy kupacba, ordibálva. A pontozó lap kül alakja is pontozva lesz, tehát hogyha összegyűritek, akkor az pont levonása jár. És végül is egy összesítés lesz. Most lesz határonás, ez még csak egy ilyen 2008-at raktam be, de 6 lesz végül is. És ezek az összes pontszámok végül is össze lesznek adva, és remélem, hogy minél több pontot el fogtok érni. Úgy fog működni az egész dolog, mint a Túratáj által szervezett áprilisi akadályverseny. Úgy van, mint a bőrség. Aki ott volt, tudja. Ez elvileg egy sebre kötés, akkor ne csúszik a tetejét. Ezt feszedjük a katakezéről, mert ha nem védett az anyagkezét, és most a térdét fogjuk megkötözni. Ez már fásli van, mert azt, mert akkor most próbáljunk meg egy pár szót beszélni a győrgezetet. Na szóval, beszéljünk egy pár szót olyanról, hogy mi az, hogy törés? Törés, de már tudtam. Például itt a lábon, és itt eztől, és nem, nincsen úgy összefogva, hogy elmozdul a csúcs. Elmozdul a csúcs, és akkor nincsen úgy összerakva. Tehát a csont folytonossága megszakad, igaz? Na most ez hányféleképpen történhet? Minden esetben, ha neked eltörik a kezed, akkor itt fogja, azt ketté törik a csont? Nem, nem is. Na, mondta például a Szilvi, hogy lehet nyílt törés és zárt törés. Mi a kettő között a különbség? Az, hát, hogy a zárt nem lehet látni, és a nyílt között meg lehet. Tehát átszakítja a bőrt. És mégis mi bőrt? Lakom már jó. És hogyha te meglátsz együtt, meglátod az együtt szólt. Haverodat és el van törve a kezé, és ott vagytok az erdőt előskodat, én akkor mit csinálsz vele? Hát ő hívott a csomást, a tűzó. A mentőket hívod az erdőt előskodat. Nem, hogy a mentőt! És menjen akkor mi van? Hát megpróbálom is felrakni a kezét. Két fával. Tehát megpróbálod rögzíteni. Tehát megpróbálod rögzíteni. Mivel lehet rögzíteni, már mondtátok okosan, ez az erdőt előskodat. Tudom már! Egy fonalat. De hát az, hogy te lehet pucolni róla. Például van egy szemlő a nyakadra, és akkor itt tartul összecsomagolni. Na ez is nagyon jó. Lehet mondjuk a kivitelet is egy kicsi gondolom. Hát csak nincs a fal, hogy itt. Mi akkor pólóban lehet itt. Ide mindent csinálni. Jó, hogy lefejellek a sorat. Szóval azt a kötést, amit most meg fogok nektek mutatni, azt úgy hívják, ott van egy. Hogy szilva vakkötés. Ott van egy. Ez rokkal. Ugyanúgy érvényes most is az, hogy a tekel mindig fölfelé néz. Szóval most is ugyanúgy, hogy ne csúszom el. Három körkörös mozdulattal vagy ködéssel kezdünk.
Sajnosan. És itt most csinálunk egy kis magot neki, és e köré fogjuk bekötni, azért, hogy a tér el tudjon mozdulni, tehát hajlítani lehessen, menni tudjon vele, de viszont mégis tartsa az izületet. Hát igen. Látjátok? Van a szíromat. És hasonló mozdulatokkal, hogy körülbelül 1 centi ilyen rákötünk a alapban lévő kötésre. És ő azt megkérte általában a beteget, hogy ne nyúljon bele, amit kötözik a lába. Nem teljes. Csak a két lábad van. Mi az a két lábad? Ez. Csináljuk meg, jó? Nem, mit csináljuk, úgyhogy csináljuk meg. Jó, oké. Ne, menj meg. Hát akkor majd kérdezzük, hogy előtt csináljuk meg. Sanyika, lássuk.
Jobban erőből dolgozatok, mert akkor megtudhatjátok magukat. Hát, hagyj sem ilyen, mert rendületből. Na, Még az a jó, hogy azt mondta a vasutas, hogy ez a vonat itt nem áll meg, azért mentünk be Újpestre. Ez már aztán. Igen. Elég lett volna, körülbelül 500 liter gyakorlunk. Ehhez képest, kérem. Anyós, hogy jobb lett volna idő. A kollégái azt mondta, hogy a másodikusokat nem állítanak. A vonaton vagyunk jelenleg a Veresegyházi állomáson. A Veresegyházát jellemző házi szolgálat. Megérkeztünk Václátótra a vasútállomásra gyerekekkel. Ez a halagrát. Csani! Merre megyünk? A Václatoti botanikus kertet jöttünk megszemlélni, ahova Janek Hajnalka, egyik tengervezetőnk elintézte, hogy ingyen és bérmentve bejussunk. Nagy segítség ez a amúgy kurva csorok fiúznak. Jó, rászívtunk, 4 kilométerre van a vasútállomástól a falu. A Václátóti faluban vagyunk, a prevenció keretein belül történő tengerfoglalkozáson. Megitatjuk ásványvízzel a gyerekeket, mert hogy 30 fok van. Gyere, izéld le a mennyasszony! Álljatok meg egy picit! Én vagyok a kosszatos. Gáz!
Elég a rendetlenkedésből! Roland, te vagy az egyik legrosszabb gyerek a táborban. De vigyázzatok, mert mások is vannak itt. Állj! Állj meg! Állj meg! Ne állj bába! De jó helyen álltak ezek is meg. Ja, ne vegyed meg ennek erre. Zolika! A magukra hasonlít. A természetvédelmi terület. Borostyán házánál vagyunk. A puti, miért vagy ilyen az a puti? Vigyázó Sándor! Vigyázzak! 1825, 1921 és a fia. Vigyázzak! 1874, 1925. Nem sokkal jöttek a fia az apja. Károlyan meg. Mi van? Légy szíves. Kidőlt egy fa. Azt a mekkora fa. Mint állatok. De ne zettem én. A vízimalom mögött vagyunk. Gyönyörű környezetben. Homos. És íme a vízimalom. De miért rakták ide ezt a műegáztat? Akkor több lenne is, akkor... Csak azért rakták ide, mert szűkös a víz ott. Jó lenne, hogyha beszakadnál. Jajó! Kis barlangászjáró. A malom mögött. Ez az elmebeteg. Csinálja a fesztivált. A gyerekek rettenetesen élvezik, mindjárt lezuhannak pofára a földre. Sok kis elmehunt cimboránk, mindjárt leeső. Hagyd már!
Hát guggoljuk le, és úgy mennek. Megállítozik. Hát, amíg itt menjünk el. Nem veszek. Nem, 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 nem tudom, hogy Zoli. Mi? Nem tudták. Bokor utca 4 fölött, másik emeletre lakunk. Ki mehet Bokor utca? Ki mehet Bokor utca? Bokor utca 4. Bokor utca 4. Közön segítette őket. Zoli! Itt is van egy. Felfelé! Gyönyörű helyre érkeztünk ismét. Kopasz váromokat látunk. Vagy a jó Isten tudja micsodát. Mint a kedves gyerekek ugrálnak rajta, mint majomok. Gyerekek ezt kihasználván, mindjárt fejjel esnek pofára a 6 méter magas fal tetejéről. Az a lényeg, hogy jól érzik magukat. Az a lényeg. Most kurva jó. Penge Kovács Zozót látjuk itt a képen éppen. Ránézésre 20 év, szigorított. Tárgyalás nélkül. Tárgyalás nélkül természetesen. Na hát, Eni, készítheted a sebb tapaszt, az ollót, a gipszelősint, vagy mi az Isten? Gipszelősint hozhat a gyerek. Túl a
Már megint belepofáznak az előadásba. Itt látható a húsevő növény, amit a gyerekek már nagyon-nagyon vártak, hogy láthassanak. Hihetetlenül szép, természet egyik csodája. Hajni az uborka fa. Lehet. 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 Leh
hogy néz ki az? Oda van írva, hogy micsoda. Ez ki van ám támasztva, ez nem a törzse. Van nekünk. De van benne ilyen a sárga, ha lehettük a lakát. Menj már! Végre a Bálint Zoltán is látható a kamerában. Bálint Zoltán? Teljes szélességében, hosszúságában, természetesen a prevenció jegyében lóg a cigaretta a szájából. Még szerencsé, hogy nem egy lány tölelgetsz, mert akkor mást is mondanék. Fiú tölelget, tehát a prevenció az ilyen. Fél. Akkor ezt is láthatom. Itt a zenés a Havasz Zoltán. Eni Durtás feje, meg a Havasz Zoltánnak a keze. Úgy este bele a viat. Visi! Nyomod a szület. A király megtiszteltetése! Gyertek ki, menjünk! Kata Pepe! A prevenció, kérem szépen, a prevenció. Ez jó, nagyon. Sárgám. Várj, ezt azért vedd belem. Ezt azért bele kell várnom. A negyedik csúra. Na most megkérdezném, hogy abban víz van, vagy vodka? Vodka. Na, ahogy rám nézel, már döntöttem. Vodka van. Kívánom a vodka. A negyedik csúra. Én is. Megkötöm a cipőzőt. Azért fordulok meg, hogy ne lesz el. Még az a szerencsé, hogy senki nem fáradt el ebbe a kirándulásba. Eni! Na, Eni már megint nem fog ide nézni, na mindegy. Jellemző. Gyerekek, adakozzatok a kiút egyesület buszjegyére. Gyerekek, megvan a buszjegy, hogy haza tudjunk menni. Penge buszjegy, nem kell a tűzönapon menni. Penge, túladájtagok összedobták a penge kiút egyesületnek a pénzt. Gyerekek, Rik, megérik. Nyomjam a. Nem tudom, előbb mondtam el. Ott legázzunk. És van, kijöttünk a botanikus kertből. Ennyit volt a Túratai Egyesület kirándulása a kiút táborával. Légy, kiengedik. A Misi! Ilyen!
Mindig akkor jön, amikor én kamerázom. Na jó, akkor ezt a... Hát ugye a földet megvédjék. Még se passzik. Hogyan vitták Christopher Lambert? Ki a Christopher Lambert? A főszerepet. És ki volt? Az a Edwin, az a jó kert, nem? Az a jó volt. Azt tudom! Nem baj, hagyja. Ki volt ő? Hát ő volt a parancsnok. Mezőnk. Ki volt a parancsnok? Barátunk. Hát a villámisten. Igen, és hány kezdő volt a fripapsznak? Négy. De ne egyszerűen. Az a három nem. Az is ki nyertem? Hát az emberek. Letettem? Most akkor egy jelentkezett szeretném. Én? Majd én kiállom. A csoportban kérdeli. Színű, menjél. A pokrocot gyönyörű szépen a szállítani.
A Kiút Egyesület táborában akadályverseny szerveztek a túratáj tagjai a gyerekeknek. A második állomáson vagyunk, mivel az indító állomás volt az első. Janek Hajnalka és Almási Katalin állomásán játékos vetélkedőket tartanak a gyerekeknek. Az előbb láttuk a Luftballon pukkasztást, miután a táborban levetített filmekről pár kérdést föltettek a gyerekeknek, és arra gyerekek ügyesen megválaszoltak. A következő feladat a vízbalhé. A tollasütő segítségével egy pohár vizet el kell vinni a gyerekeknek a felállított akadálypályán. Hát ez nagyon nem jött össze Dudás Attila versenyzőnek, pont a kis csoport kapitányának. De ahogy néztem, nem is víz, hanem homok van benne. A versenyző már kóvályog, mint a macska fing a levegőbe, az akadályok között. Nagyon ügyes volt. Második versenyző. Az őrült rohan végig a pályán. Kerüld meg! És hozza vissza a poharat. Nagyon ügyesen csinálja a kisfiú. Hoppá! Kár volt elkiabálni. Nagy kár volt. Olimpián is ezt mondanák. Közben a gyerek imádkozik Istenhez, hogy ki ne boruljon a pohár. És már rakja is le a poharat. Díja versenyzőtársunkat látjuk. Nagyon egyensúlyozik a pohárra, de nagyon ügyes. Nagyon-nagyon ügyes a versenyző. Hát hiába. Kun Viktória, alias Sassem, nagyon jó indul. Egy rettenetes jó indítás. És még mindig áll a pohár. Nagyon ügyes. Ez a lassan járj tovább éjszindróma. Nem kapkodja egyik lépését se. Gyönyörűen odaviszi, és már tölti is bele. Jobban mondva leteszi. Mivel hogy ez a feladata. Fut a Timi baba. És föl is veszi. Na nézzük ki, Mea, nem ront a csoportpontot. Nagyon ügyes, jó az iram is. Tökéletes, jó az idő, mondanák, ha ez olimpia lenne. De hát ez csak a túratájbalhéja, amit a Kiút Egyesületnek rendezett. Hajnalkát látjuk. Nem is Hajnalka, hanem Szilvike.
nevekkel még hadilábon állunk. És a pohár már is lekerül a helyére. Tökéletes. Már futnak érte, Csecsődi Mónika. Na, kíváncsi vagyok, a Moncsicsi, hogy viszi el a poharat. Fantasztikus! Fantasztikus, hölgyeim és uraim! Fantasztikus! És visszakerült Dudás Attilához a csoportvezetőhöz a pohár, aki még egyszer villám gyors tempóba híran a versenyző. Villám gyors tempóba, és a pohár a helyére kerül. Kíváncsi vagyok, Gabi baba mit produkál. Kilom van rá, hogy fölborul. Bár tévednék. Hangos szurkolás a csoporttagjaival. Hölgyeim és uraim, fantasztikus ez a pici versenyző. Fantasztikus. Na még egy pár méter. Nagyon jó. Fantasztikus. Nagy tudású budapesti telkes állat nyírja a füvet, nehogy normálisan lehessen kamerázni. Vannak a jobbak. Ketté oszlott a csapat. Na hát erről beszéltem az előbb. A csapat másik fele itt marad a bokornak, ez ne menjek. Sajnit a cserélni. A bokornak erre az oldalára. Gabi, gyere rá! Ismeritek a strandlabda című játékot? Akkor elmondom, az lesz a feladat, hogy a bokor fölött át kell dobni a labdát, de úgy, hogy a másik csapat közül, a négy ember közül valaki elkapja, okay. Mert ha leesik a földre, akkor az pont lemás, okay. Jó? És minél tovább? Mi megyünk el, amit dobtam. Ura, hol van? Nagyon! Várjatok még, hát mondjuk, hogy kezdhetitek? Ja, vissza. De ne gyere ennyire rá a távol a... De, meg nagyon kell dolgozni. Megy vissza! Hát jó, na, meg! Megy! Várjatok, még nem kezdődjük! Elkészülni? Rajt! Kapd el, Móni! Nem igaz, Viki! Hirdetem! Óriási verseny folyik. Fantasztikusak a versenyzők. Csecsődi is elszúrta. Óriási. Hát nehéz eldönteni, melyik versenyző páros a jobb. Dudás dobja a labdát. Mekkora peret! Hölgyeim és uraim, mekkora peret! Hihetetlen mekkora peret! Még jó, hogy nem esett be a kutya itató tálkájába, mert akkor a kutya megette volna. Kerítés tövébe ugyanis két német juhász kutya ólálkodik. Ez a kívánságunk az... Az állomás prevenciós sarka látható éppen. Egy doboz piros rövid multifilter képviseli a prevenciót az állomáson. Soha nem sűrt be a nap, de az évek rohaszárnak, egy hulló pillanat, ragyogon süt a nap, és szikrázzik a csak a szívesen szomorú, ha rád gondolok én, szeretlek én. Dadam, dadadadam, dadam, dadadadam, dadam, dadadadam, dadam, dadam, dadadadam, dadam, dadadadam, dadam, dadadadam, szeretlek én. Egy kis üzenet, egy elkésett levél, melyben üzenet, hogy nem hallgál enyém. Ragyogóan süt a nap, és szikrázik a fény, csak a szívem szomorú, ha rád gondolok én, szeretlek én. Dadam, dadadadam, 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 dadadadam. Szeretlek én. Ahol ebbe a körbe egy dárdaféle botot kellene belehajítani.
A prevenciós programunk keretében nagyon nagy állomásvezető, Mazsi állomásvezető és Bálint Zoltán táborvezető azon versenyeznek, ki dobja be a kör közepére egy üveg sör nyereményéért a botot. Mi vagyunk a vaskodrak? Mi vagyunk a vaskodrak? Büszkék és okosak! Büszkék és okosak! Szárunk az égen, mint a sas! Szárunk az égen, mint a sas! Mi vagyunk a vaskodrak? Mi vagyunk a vaskodrak? Hajrá! 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 Mi ez? Szakaszvezető? Állomás. Állomásvezetőnek jelent, ma vasmagyar csoportvezetője. 8 évvel készen áll az akadály versenyre. Akkor jelentjük szépen sorba. Hány vagy tök? 11, ugye? 9. Jó, utolsó csoportvezetőnek. Nem kaptam meg a lapot. Kicsit távolabb, mert mindenki fog egyet dobni, és aki legjobban dobja, az dobhat majd még egyszer utolsó helyzet. Tizetezzel rádobni csoportokat, mindjárt elmagyarázni az egészet, hogy nem valaki nehéz fog. Ezt a dárdát, ezt kell beledobni a körben. És ha körbe beledob, úgyhogy a hegyével essen le, tehát így esen bele. És ha beledobod, mert ér egy pontot, hogyha a lubba beleesik, hegyel lefelé, az plusz egy pontot. Mindenki dob egyet, oké? És nem megy bele a lyukba. Hát akkor tök mindenki. Kicsit álltok hátrébe, hogy kifogjátok egy megszemét. Egy pont. Óriási versenyt látunk. Trényi Zoli versenyző dobja a dárdát. Hajrá, Zoli! Kíváncsi vagyok, hogy mi az eredmény. Repül a dárda, és bele is ment a körbe. Nem, tévedünk. Mellé ment. Csak a vége lógott bele a körbe. Tévedni emberi dolog. Legkisebb növésű versenyzőnket látjuk. Bíró, hogy dönt? Egy pontok már van neki, tehát belement a körbe. Varga Zoli, mintha aludna, de nem csak beindul a körbe. Na, ívesen adja az instrukciót a csoportvezetője. Puff, mellé. Hát, majdnem jó volt. Majdnem jó volt. Attila, pengevasmadár. Hoppá! Ez vonal volt. Vonal volt. Az kevés, mint matkóságban a Blum szerintem, de majd eldöntik a vezeték. Nem, megkapták. Ívesen. Túllött a célom, mint mi. Így van. Fantasztikus verseny folyik. Hölgyeim és uraim, kedves nézőink, tábor egyik legvagányabb gyereke, a Misi baba. Hoppá, lazán egy ki. Megadták neki. Erről szó a történet. 9, 3, mennyi volt idáig, hány szám? 5, 8, még 2-t szeretném. 5, már volt. És mondjuk 22. Jó, 22. Oké, akkor azt szeretném hallani, hogy milyen típusai vannak a napfogyatkozásnak? 2 darab típusa van. Részeges, nem, részleges, részleges és teljes. Szuper. Oké, akkor a 8-as kérdés. A hold felszínén mit található? Tenger, kráterek. Egyszerre egybe fogjuk. Meg egyet szunkozó Jancsi beszélni, igen. Kráterek, és régen úgy tartották a tudósok, hogy tengerek. Még ma is tengereknek nevezik őket, ezen kívül van még valami. Vulkán. Kihalt vulkának? Kihalt vulkának. Ez nem sikerült. 4-ből csak 2-t mondtad, hogy az elég kevés, mert ha 3-at megmutatod a gól, akkor megad a pontot. De ez így én elég kevésnek tartom, mert kráterek vannak, tengerek, van egy sziklafal rajta, és van egy hegylánc. Tényleg! Ez kicsit kevés volt szerintem. Akkor a 7-es kérdés. Szeretném, hogyha elmondanátok a hold fázisait, a negyedeit. Első negyed. És szeretném, hogyha azt is hozzátennétek, hogy olyankor mit látunk a holdból, és hogy neveztük ő el. Az első negyed, az egy betű is azt mondta, hogy begod a hold. A második negyedben teljesen lehet látni. Nem, az egy C. Igen, és azt minek nevezzük. Teli hold. Igen. És van a harmadik negyed, amikor egy C-bet lakunk, és az adatú csökken. Igen. És az utolsó negyedben meg. Minek állomáson vagyunk jelenleg. A Petya, Api és Kriszta által vezetett állomáson. Jelenleg a prevenciós program látható az állomáson. Penge Sofi Anna és egy piros, hosszú multifilter kirakásával.
gyerekek már ott jönnek? Már a gyerekek hangját hallani is lehet. Keressük meg őket a kamerával. Vettem észre, nem lehet, hogy És hogyha a bekeretezett kék rubrikákat összeolvassátok föntről lefelé, akkor megkapjátok a megfejtést. Nem olyan nehéz. Ez is be van, vagy az nem. Na. És általában olyan kérdések vannak föltéve, amik mindenképpen kell, hogy tudjátok, mert a tárgyal jön szerepel. Kivéve az. Melyik városban van? Budapest. Nem. Várjál, az nem kell, ezt érotottam, mert innen kezdődik a másodikban. A cselengen is elfogadhatok. A cselengen is elfogadhatok. Csak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11 itt van. Nem, ja. Ezt a hogyha valamit nem tudtok, akkor menjetek a következő, és majd visszatérünk. Csillagászattal foglalkodók ugye már. Asztrológia. Számolt, hogy hány betű az oroszlán király, hogyha 14, akkor lehetséges, hogy az lesz a megfejtés. Az oroszlán király, az mosás. Hova van? Mosás. Kettővel van alatt. Ebből lehetnek valamit. A gyerekek igen tanulékonyak, hiszen a mosást megtanulták. Ne, kicsit mindjárt. Fortuna, minek az Isten akkor? Az, ezt nem is tanult. Nem, ötödik betörtélem. Ezt nem is fogják tanulni. Ala! Mi? A Fortuna vagy mi? Fortuna. Az mi? Figyelj, ez torna, nem? Torna. Figyeljetek, amikor előadást tartott az Anna. És azt mondta nektek, hogy amikor nagyon sok millió csillag egymás mellett van az ilyen fehér csíkot alkot. Igen. Nem vagy lázas. Várj, én megállapítom a növésemet. Nem kell csak beszélgetni. Szépen hanulhattak. Nem, mert a fiamat is így tudjuk. Anyukám. Megbeszél. Nem kell itt húgat, jó? 50 fut. Szemle. Ne. Szem. Mi a szemle? Sátor. Sátor szemle. Ez nem. A gyerekek nagyon élénken, Petyáik által összeállított keresztrejtvényen dolgoznak, jókat derülnek, hadakoznak. Mivel úgy körbeülik a keresztrejtvényt, így nem tudom a lapot levenni. Tehát ez van. Ricsike, a túratáj penge kutyája, éppen elbogarászik. Ilyenkor kell nagyon odafigyelni, mert a Bolha Centrum hajlamos sajnos arra, hogy eltűnjön. A Bálint Zoli rettentővel oda művész. Ez hogy mondod? Ez hogy mondta az Évának. Ne hülyeskedj. Nem hiszem, a tegnap azt mondta, hogy van. Mondom, ezt mondta az Évának. Veszel? Gyere gyorsan! Gyere itt gyorsan! Szép!
Futás! Futás! Szóljál neki, hogy menjen. Szóljál neki, hogy menjen, Zoli. Kicsi, futás! De ne visszafele! Nem, hátra a saját kútfejedből kellene ezt kitalálni. Állj már be! Ja, igen, azt tudom, hogy ami a térképen egy centi, az a... benne van... Valóságban. Az a valóságban, nem tudom, hogy van. Hát, föl van írva a térképen, igen, ezzel föl van írva, hát tudom. Na de azt hogy mondod egy másképpen? Egyarányika. Jó, ez is jött rendben. Álljál már, hogy nekem van. Hány kilométer hosszú általában egy napos kirács? Hány kilométer hosszú általában az egy napos kirács? Mettől meddig felé? Az egy napos kirándulás mettől meddig felé? Milyen jó lett volna, ha a gyerekek jobban odafigyelnek a turisztikán. Kedves nézőink, itt állunk a legnagyobb gondba. Jó. Lépesz tovább. Kérem a következőt. Na, Roland. Kíváncsiak, várjuk a következő versenyző nyilatkozatát. Gondolkodj egy kicsit. És még egyek nevik vannak kisebbek. Azaz. Mondod már. És a többségében nézed a dombokat, az micsoda? Síkság. Jó van, jó van. Kérem szépen, a sok domb, az már síkság. Tisztán látszik. Remek a verseny. Kedves nézőink, remek a verseny. Milyen színe jelöljük a térképen a turistáknak? Jó, rendben. Tovább lehet fáradni. Kis türelmét kérném szépen a kamerás úri embernek, szeretném, hogy ide fáradnak. Fajta turista út jelzés létezik. Ide le lehet rajzolni. Elmondod, hogy hány fajta is kell lerajzolod, vagy lemutatod? Mondjál csak meg. Színes. De nem úgy értettem, bocsás. Akkor lerajzolom és elmondod, hogy mi micsoda. Jó. Van egy vízszintes vonal. Van egy kereszt, van egy kör, és van egy ilyen. Ezekről mondjál nekem valamit. Ez milyen jel? Ez a... Mi szinte vonal nem nyílt. Milyen útvonal? A turista útnak, hogy mik ezek? Milyen jelek? A turista úton ezek a jelek vannak, körfestő a fákra. De az mit jelent, hogy milyen az út? Segíthetek nyugodtan neki. Tehát az milyen főút, nem? Na. Ez mit jelent? Ez mit jelöl, hogy itt mi az út? Ez az kör. Az az a kör. Valahol vagy. Zsubi! Na jó. Egy sima kör. Roppant bonyolult a kérdés, kedves nézőink. Roppant bonyolult a kérdés. Az azt jelenti, hogy rajt meg kell tenni. Vagy ügyleti. Hát ez a válasz megint nem jött össze, kedves nézőink. Biztos, hogy nem. Akkor miért mondod? Rettenetes nagy gondban vannak a versenyzők. Szerinted ez milyen? Milyen színű lehet akkor úgy kérdezni? Nem. Ha egyet segítünk. Ez egy színű lehet. Egyszerű. Olyan, mint az ég. Kék. Igen. Körbe tudod, hogy úgy kellene? Tó. Forrás. Hát az átlagosan, hogy mondod? Víz, forrás, folyó, az mit jelent? Hát az víz, ez vezető út. Rendben, jó, a jegyhátra, de szíves. Nem, van nálam.
a hegyeket. Igen. Az a dombokat. Elég te kezded. Van fantomás. Nagyon pozitív, hogy a csoport énekelve érkezik. A Messze viszi című kompozíciót éneklik. Tegnap a Mazsi meg a Gyuszika úgy látszik nagy hatással volt a csoport tagjaira. A jelentést látjuk. Nem. Kovácsozó fejét látjuk. Egyes oszlopban mindenki egyet húz. Penge első segélyállomást látjuk. Magyar Anna Mária vezető vezetésével. Az a jó, hogy a kameramát leütötték. Ne soroljátok. Hopp, a kameramant leütötték. Figyelett a mellett, a gyufa között. Fél órája azon gondolkozik kis csapatunk, hogy rumaromát látunk-e az üvegbe, avagy tiszta unikumot. Avagy tiszta unikumot. Nem tudjuk eldönteni. Tehát a prevenciós program keretében majd megvitatjuk este. Az biztos, hogy a jobb oldal. Nagy gondban vannak megint a versenyzők, ugyanis nem figyeltek rendesen az előadásokon. Azért alakul a dolog. Átletelt az idő, ahogy nézem. Következő versenytárs húz. Mondom, vigyázz a tízára, ez volt az. Miért fiatal emberek? Elég nehezek lehetnek a kérdések, mert senki nem tudja a választ, ahogy nézem. Nem nehéz a kérdés, nem figyelj. Igen, itt kiavította az állomás vezető úr. Nem figyeltek, ez lett a nagy probléma. A stabil oldalfekvést láthatjuk, egyik kis társunk a másik táborozón bemutatja, amit tegnap tanultak. Vagy legalábbis tanulni kellett volna, de nagyon jól sikerült, mármint ahogy én látom laikus szemmel. Berényi Gyuszika csoportját látjuk a távolban. Pár perc múlva oda is érünk talán állomáshoz. Azt, hogy na, próbáljátok közösen valamit kérdezni. Azt tudom, hogy 3000 istenük van a ilyen... Még ez még mindig kevés. Maradj már! Ez még nem a maximum pontszám. Ez még csak a fel. Na, tartottam róla az előadást, ugye? Mondtam, hogy nem kötelező, de lehet jegyzetelni, úgyhogy akkor tudhatnátok még mi van. A második legnagyobb kipről a buddhizmusról van szó. Mi van le? Ügyem a le. Istvánka. Van gondja megint a... Kedves versenyzőknek, kedves nézőink, nem figyeltek rendesen az előadások alatt. Gondjuk annyi, sose fogy el. Ez eddig, amit elmúltatok, ez még a maximum pontszámnak a fele. Ez a két pontból egy pontot ér, amit idáig mutatok. Még eszedbe jutott valami? Én fogadják el már. Semmi közel nincs a dolgokhoz. Hallja már. Van, hogy ez egy pont. Jó? Na, ki pörget harmadjára? István. Mindenki fog pörgetni. 15-ös kérdést mondom. Már nektek. Volt az. Nem volt. Mit tudtok az inkvizícióról? Az inkvizíció az kivégzi akármi. Na jó. Na, ott... Igen, a régen azt tartották, hogy vannak boszorkányok, és az inkvizíció határozta el, és égette el ilyen mágián a...
Kik voltak ezek a boszorkányok például? Hát asszonyok. A javasasszonyok, asszonyok, a báb, nem tudom, a kis bábák, akik segítettek a szülésnél. Más nem tud senki sem? Nem is. Na, és még az inkvizíció még kiket égetett el azon kívül, hogy ott boszorkányok. A őket. Én még a boszorkányok kívül azért kiket égetett el. Ez eddig egy pont megint. Várjál, elfogadom. Sajnos fogalma nincs a kis csapatnak a kérdésről. Bálintzoli! Hogy vagy? Kösz. És csak miért mi úgy magyarázatott az ön? Ha itt egy fér... Ennek már lejárt a szabatosság úgy éve. Miért? Mi volt az, ami először? Hát ennek is vége van. 1996-os kiút tábor. Záró tábortűz. A gyerekek hamarosan előadják műsorukat. Kovács Zoli meggyújtotta a záró tábortűzet. Bálint Zoli! Minek neked? Akkor is tudtam. Ott a reptány! Úristen! Én fázok! Vagy csak én érzem! Hullott! Ilyen meleg! Fábián Peti a túratájtól. Megszolva, csak én fázom! Nekem ilyen meleg van, vagy csak... Megszolva! Én grill csirke leszek! Zoli, menjünk fogalmasan! Kérem, takarózzon be, mert megint meg fog fárni. Mi a
Kaba bácsi, rémet akarok hallgatni! De én évet akarok Zoli hallgatni! Parasz! Fogunk, Sáska! Nem akarok! Nem akarok! Parasz! Szóval a sátorrendben az első helyezett a kis gézengúzok. Ez az! A másodikak az éjjeli baglyok. És mi vagyunk arra, hogy felmegyek. És a harmadikak a vasmadarak. Elmondom, hogy egy nagy pont különbséggel nyertek a kiskúzónk gézengúzok csupán. Csupán 7 ponttal. Most aki nagyon lemaradt, az a vasmadarak, de hát mint tudjuk, ők fiú. Hát így vezettük. Nem baj! Náluk fiú volt a csoportvezető is. Mondom, hogy az akadályversenyen az első helyezést a vasmadarak érte. Egy pillanat! Szeretném kérni, ha elénekelnék az indulójukat. Igen. Énekeljünk, Csacsi, te kösz! Üljetek oda mindannyian. Egy helyre. Egy helyre, jó? Szeretem! Na. Isti! Jó vagyok itt. Jöjj, vagy gyere, már ide! Az egészet, mert csak 20 Márásnak fogok menni. Jó, egy, kettő, három. Mi vagyunk a vasmadarak. Mi vagyunk a vasmadarak. Erősek és okosak. Erősek és okosak. Szállunk az égen, mint a sas. Szállunk az égen, mint a sas. Mi vagyunk a vasmadarak. Mi vagyunk a vasmadarak. Mi vagyunk a vasmadarak. Mi vagyunk a vasmadarak. Büszkék és harciasak. Büszkék és harciasak. Szállunk az égen, mint a sas. Szállunk az égen, mint a sas. Mi vagyunk a vasmadarak. Mi vagyunk a vasmadarak. Hajrá! 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 Viszont minden beszevetve a tábor legjobb csoportja mégis az éjjeli baglyok lett. Jéé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 
kisgézengúzok lehet. Ponttal, na, ez jó. 3,5 pont eltérés. Harmadikak lettek a vasmadarak. Na,
hallom. Nem ide vissza. Ott van a Hami papi. Hami papi. Hopi. Misi! Jó járom. Nincsen. Én is megfulladok az ember. Ez már egy pocsak hátulról. Nagyon más. Csak úgy szállom, mindig jön. Amúgy nem kell rendeni. Sosem! Rolika milyen pompázó. Perényi Gyula a prevenció keretében dohányzik. Gyula, hogy egy slup? Az 1996-os kiúttábor gyermekei. Tomani Csak, Szabó Attila. Mondjad a nevet! Szabó Attila. Mit csinálja? Nevedet mondja. Anni, gyere le, gyere le, fog 11 darabja. Anna, egy úgy nézél át. Zoli! Még egyszer! Suki Lola! Kivegyünk kettőt! Mondd a neved, Sanyi! Gatsán! Ne! Jöhet! Mindjárt leszünk! Csá! Éljen a király! Ja, vízi besik! Hildikárd már odaja a bácsinak ezt a... Találkozunk a tudatáj keretében. Osztály, vigyázz! 11. Na, látok el. Levonás. Még mindig Gábor, hogy a fiúk 96-os Gábor, Mátrés Gábor, aki
ítélet átadásra. Ricsi! Gyerekek, szeretném megköszönni mindenkinek azt, hogy ilyen tudatosan és jó tétel köszöntök egy másik Istennek alkalmat körülbelkék alatt, és szeretném megköszönni a Zsuzsától a Kiút Egyesület alelnökét, hogy zárja be a 96-os kiútáját. Örülök, hogy fölvérkedni erre ezt a folyót. Te találkozunk. Rövid időre is nem idegenek, és végre egy nagy család részének érezhetik magukat. Mindez annak a párfős baráti társaságnak köszönhető, amely a Kiút Egyesület ötlete alapján megszervezte és létrehozta ezt a tábort. Céljuk az, hogy az intézeti gyerekek ízdelítőt kapjanak a rácson kívüli világ szépségeiből, és persze a rájuk leselkedő veszélyekről. Ezek közül az állami gondozott gyerekek közül kerülnek ki a hajléktalanok többnyire, a drogosok, narkósok, és egy kicsit a társadalomba való beilleszkedést szeretnénk ebben segíteni, hogy végül is egy más életformát tudjunk nekik megmutatni, mint amit bent az intézetekben kapnak. És hogy a kiút egyben a helyes út legyen, a szervezők legalább 8 éven keresztül ugyanazzal a csoporttal szeretnének foglalkozni, és remélik, hogy példájuk minél több követőre talál majd. Thank you.
legjobbat basztam meg, az meg. A legjobbat, amit az egész basz meg. Ne csináld már, ne vegyél már. Ez egy Túratáj produkció volt. Ez a produkció nem jöhetett volna létre, ha nincs Adanon. Filmünkön közreműködtek a Vasmadarak csoport, az Éjjeli Baglyok csoport és a Kis Gézengúzok csoport. A Penge Kiút Egyesületet képviselte Kölesné Bukovics Zsuzsanna alelnök, Kovácsné Bakó Éva, Kovács Elemér és Boda Lászlóné alias Böbő. És akkor jöjjenek az óriási, a hatalmas, a nagyszerű, a mindenki felett álló, felejthetetlen túratájtagok. Janek Hajnalka alias Ubi, Nagy Anna Mária a prevenció jegyében, Almási Vigyori Katalin, Magyar Anna Mária Eni, Havas Zoli Api, Tokics Péter Petya, Kovács Kázió Zoli, Varga Zoli Zozó, Berényi Gyula Gyuszi, Bálint Zoltán Bundi, Mazsi, Bálint Szilveszter és Pasaréti Richard Ricsi. Reméljük filmünk életűen mutatta be a Kiút Egyesület 1996-os táborát.